És ez utolsó bál is, itt újra a Divine Nego Fajszak Afterbirth, és a mai program ugyanúgy egy grid mód lenne, ha nem kellene egy kis változatosság nekem, és hát szerintem nektek is. Úgyhogy nézzük meg egy challenge-et, hiszen 10 új pattant ki Edmund bácsink fejéből. Nézzük meg azt, amelyiknek olyan nagyon érdekes címe van, vagy neve. Én uralkodom, I rule. Nézzük meg, mit tud ez. Jó. Oh. Mom's Knife, Trinity Shield. Meg a sátánt kell ölni. Klassz. Klassz. Legalábbis úgy veszem észre. Hát akkor nem lesz az annyira nagyon könnyű challenge, bár iszonyatosan jó kezdő item meg nyilván. De azért item roomok nélkül meg a sátánt ölni még Trinity Shield plusz Mom's Knife-val sem magától értetődő. Ahogy nézem, Isaac-ek vagyunk. Csak épp kocka nélkül. Úgyhogy 3 HP-nk van, ha minden igaz. Ennek ellenére nem biztos, hogy szeretnék bemenni az item roomba. Illetve nem az item roomba, a curse roomba. Tudok ilyet csinálni? Tudok, bizony. Zseniális. Hát maximum ennyire fogom használni a boomerangot szerintem. Nem igazán díjazom, mint item, sajnos. Erre jó, ezen kívül más olyan nem. Nyilván sokkal jobban ülnék egy kockának, annak ellenére, hogy nincsenek item roomok, így a rerollolási lehetőségek korlátozottak. De hát ennyi elemmel aztán meg pláne jobb lenne. Szerintem erre nem működik, úgyhogy csak simán használjunk el egy bombát. Wow, megérte, abszolút. Nem kellett volna fölvenni, el kellett volna vinnem a másik szintre garantáltan. De így is ez lesz a sorsa. Mehetünk is, mivel most így, hogy már föltem a Soul Heart-ot, pláne nem fog menni Curse Room-ba. Ja, 3 HP-n volt. Jól sejtettem. Úgyhogy... csak nem voltam elég tökös hozzá, hogy bemenjek a Curse Room-ba. Úgyhogy nem látom, hogy pontosan mennyi HP-n van. De az lett volna a jó döntés, hogyha bemegyek. Ez most már teljesen egyértelmű. Ó, de imádlak. Csak pusztulj meg minél előbb, kérlek. Aha. Nem kellett volna eldobnom a kést. Hagyd már ezt abba, az Isten áldjon meg. El nem tudom mondani, mennyire utállak. Jó. Illetve nem jó, de... értitek. Ezzel legalább fixálni tudom az ördögszobákat a kör végéig. Ami az elsődleges célom volt ezzel a pick-up-pal, egyértelműen nem egy abaddon. Vagy Brimstone, vagy hasonló. Mom's Knife Brimstone elég fun. Igazából Consumable-szökre amúgy sem valószínű gondunk lett volna, hiszen nem kell item roomokban járkálni. De ezzel meg aztán pláne nem lesz innentől kezdve. Hát a kapunk egy gapi farkát, vagy valamit, úgyhogy... ne írjuk még le ezeket a kulcsokat, lehet, hogy lesz még hasznuk. Most, hogy fixáltuk az ördög, szóval picivel nagyobb az esély, hogy kapunk gápi farkát, mint hogyha semmi nem lett volna ott, amit meg tudunk venni tőle. Ez egy nagyon csalódás keltő Secret Room volt egyébként, de gondolom ezt nem kell kiemelni különösebben. Ne ott ugrabugrálj a sarokban, gyere ide! Ez baj. Két sima bombának értelemszerűen jobban örültem volna. Ahogy most egy Soul Heart-nak is. Nem tudom, miért szeretném ennyire nagy lelkesedéssel megtalálni a boltot, hiszen nincs elég pénzem. Még mindig nincs elég pénzem, de azért most már picit jobb a helyzet. Klassz. Amikor fogalma sincs, hogy milyen ellenfelekre számíthat. Hiszen ez egy új szoba, Afterbirth-es szoba. Ó, wow, hát ezért már megérte körbenézni. Ó, wow. Meglepően jövedelmező szoba. Nem is gondoltam volna. És már is egyszennyire vagyunk attól, hogy valamit tudjunk venni a boltból. Ami meg is van. Hát mindent visszaszívok. Ráadásul itt van egy Tinted Drug.
Ráadásul akár Super Secret Room is lehetett volna. Mivel meg a sátánozok, kötelező, ezért szeretném kihasználni a lehetőségeket, ha már item roomok nincsenek. Igazából nem nagyon kellett volna felvennem a Soul Heartot, hiszen lehet, hogy van még Curse Room a szinten, és hát az is a lehetőségek része, amit ki szeretnék használni. Nagyon jól esne egy bomba. De ezt erre nem tudok nemet mondani, sajnálom. Hogyha már nincsenek item roomok, ennyi engedtessék meg nekem. Úgy tudom, hogy nerfelték egyébként a stopwatchot. Most már némi speed upot ad, ami talán látható is, és csak az első találat után aktiválódik az effektje az adott szobára. De ennek ellenére is egy nagyszerű item természetesen. A nerf lényege egyértelműen az, hogy a Lost-tal hát gyakorlatilag értéktelen legyen. Ami azért picit szivatásnak tűnik, de régen mindenki nagyjából azt csinálta, hogy simán csak mindig bement az első boltba a Lost-tal, összeszedett elég centet, és hogyha volt ott egy stopwatch, megvette és megnyerte a kört. Na ez most már nem lehetséges. Mint látjátok. Egyáltalán nem akar Rodzik aktiválódni. Oh, wow. Ahogy láttam, volt ott egy Guppy's Paw. Ez kétharmad Guppy-t jelent már is. Oké, egyszerűen alakul ez a kör, és egyértelműen, illetve nem egyértelműen, de a Guppy's Paw-t viszem tovább. Polaroiddal egy nagyon jó kombó, hiszen minden health up 3 darab Soul Heart-ot ér. Alapvetően például a Blue Baby-vel health up-onként ugye csak egy Soul Heart-ot kapsz. Guppy's Paw plusz nem Blue Baby. Health up-onként 3 Soul Heart-ot jelent. Remek, remekül alakul ez a kör. My Shadow nem egy olyan nagyon jó item, de igazából teljesen rendben van. Ígyen volt, hiszen a Nine Lives miatt is elbuktam volna az összes HP-mat. Remek. Ó, te jó Isten. Ez vagy 4-es spawnolt be egy azon pontra. Plusz ilyen Nine Lives plusz Guppy's Paw az annyit tesz, hogy nem egy HP-val éledek újra, hanem 3 Soul Heart-okkal. Ami főleg akkor igazán fontos, amikor megvan az embernek a Polaroid. Ó. Random Soul Heart. Még Petrified Poop-pal sem túl gyakori. Egy kupasz szarból, de nem panaszkodom emiatt ismételten, hogy valaki félreértse. Ezeket természetesen mind ki kell pukkasztani. Alapból is mind ki kéne, csak néha nincs elég türelmem hozzá. Na ez most nem lehet szempont. Ki kell pukkasztani az összeset, mese nincs. És ahogy mondtam, Contract Flow Below miatt, meg amiatt, hogy nincsenek item roomok. Utálom ezt a szobát. Szóval, köszönjük összökre, nem lesz gond. Spider módot szívesen elvinném. Egyébként a Blank Cardban is van fantázia. Ó, nem. Próbáljuk meg másodjára. Oké. Kérlek. Most ez nem fog kiengedni. Nem érzem igazán fairnek ezt a szobát. Ja, de kienged csak bagos, oké. Hála a magasságosnak. Ha itt mondjuk Blue Baby-vel lettem volna egy fél HP-val, hát lehet, hogy instant kirécs kújtelek, és nem is próbálok meg kijönni onnan. Hajlamos vagyok megharagudni egy-egy játékra, hogyha nem túl fair, akármennyire is imádom az adott játékot. My Shadow-val itt lehet farmolni egy kicsit. Jó, megint nem nagyon kapkodom el ezt a részt. És most már tudjuk, hogy csak bebugol, vagy nem bugol, hanem direkt ilyen, tököm tudja, de nem is lényeges. Pusztulj!
Oh wow, 4 soul heart. Ennyi? Vagy volt még valami hasznos a boltban? Nézzük meg, ráérünk! Illetve én ráérek, és egyébként meg... Ivy Bag amúgy... Nem annyira haszontalan, hiszen... Tudjuk aktiválni vele azt a pacst, anélkül, hogy kék szívet buknánk. A Spider Mode. Honnan szedek hozzá pénzt? Ez a... 3 centes kérdés. Ennyit ér, konkrétan. Esetleg itt van a Secret Room. Nye. Minimális mértékben bosszantó is lett volna, hiszen be tudtam volna menni a Curse Roomba. Secret Roomon keresztül. Ó. Oh. Ja, that's bad. Nem, mint hogyha végtelenül fontos lenne a Spider Mode, de nagyon szeretem, nagyon fun item. Úgyhogy megpróbálom megkaparintani. 3 cent. Hát már nem nagyon sok poop van hátra a játékban. Úgyhogy... Oh-oh. Igazából akár le is cserélhetném a Shiny, vagy nem, Lucky Rockra. Lehetséges, hogy ezt kéne tennem, és még el is gondolkodom rajta a szint végéig. 2 bomba. Hát többet ér, mint 3 cent alapvetően, még ha nem is most, és nem is nekünk. Hiszen 3 cent. Wow. Szóval 3 cent egy Spider módot érne. Ezt egyelőre tovább viszem, és lehetséges, hogy a Super Secret Room után kezdek el kutakodni, akkor viszont el kéne tolnom. Jó, vigyük el a Lucky Rockot. Gyakrabban lesz ez jövedelmező, és ezzel mondjuk talán össze is tudok szedni 3 centet. Hiszen van egy csomó bombám. Most már biztosan eltolom, és keresek sziklákat. Már ha van valahol, remélhetőleg azért akad. Nem? Na, itt van bár, nem tudom, fel tudok-e robbantani 2-t. Remek! Fel tudok, csak 2 cikla képtelen volt 3 centet adni. Mindegy, megvan a Spider mod. Másodom a Control From Below erre is jó volt, hogy... boltból egy picivel több itemet tudjunk megvásárolni. Hiszen gyakrabban is több pénzt kapunk. Ez nem a Super Secret Room. Nem tudom, miért kommentálom a nyilvánvalót. Azért... nincs végtelen bombám Control From Below ide vagy oda. Szerencsére a harmadjára sikerült megtalálni, és szerencsére totál felesleges volt egyáltalán időt pazarolni rá. Mindegy, nem akarok panaszkodni, remekül alakul ez a kör, illetve ez a challenge. Messze van még meg a sátán, messze van még a win, de mindenképpen jó úton járunk. Csak óvatosan. Nem nagyon sok damage up-ot kaptunk még, de nincs is rá szükség, hogyha kapunk... egy harmadik Guppy itemet. Reménykedtem benne, hogy akár már most. Három piros láda egyikéből. De hát nem lehetünk tehetetlenek, a képz egyen vagyunk, és már is 2/3 Guppy. Én bízom benne. És őszintén remélem, hogy csak időkérdés, hogy megkapjuk a harmadikat is. Stappal sem működik Peep szemeire. Gyanítom, hogy azért eljutunk nagyjából a ládáig, hiszen 9 lives-unk van és Guppy mancsánk, de ennél jobban kell egyfelől játszani, másfelől meg nem vagyok benne. Nem vagyok benne biztos, hogy utána ezt a szobát, szóval nem vagyok benne biztos, hogy 3 HP amúgy elegendő. Meg a sátára, hogyha esetleg újra kéne élednem a My Life-szal. Lehetséges, hogy elegendő, de
nem tartom valószínűnek. Ahhoz azért még jó pár jó item kéne, jó pár OP item kéne, nem feltétlenül egy Polyphemus az egyből, de azért viszonylag hasonló kategóriára gondolok itt. Utálom ezt a szobát, egész egyszerűen képtelen vagyok dodge-olni. Persze a stop-patch aktiválódása után ez már nem olyan nehéz. Kicsit azért fogy a HP-m aggasztó sebességgel. Ennél lényegesen jobban kell játszani egy ilyen körben. Utálom ezt a szobát is, mert pici a range-em. Oké. Így azért már lényegesen egyszerűbb. Amikor a nagy csapat játszik a kis csapat ellen, az első góla nehéz. Többi már kicsit felszabadultabban jön. És gyorsabban. Hogy nem robbant föl. Sporolhatnék egy bombát, hogyha sikerül a Tinted Rock mellett felrobbantani a Bunfly, de igazság szerint nem érdekel. Csak pusztuljon mielőtt megsérülök miatta. Viszont a sziklák közelében robban föl, legalább pénzt kapok. Pénzt és Soul Heart-ot is kaptam, úgyhogy panaszra az égvilágon semmi okom nincs. Picit eltévedtem, hogy őszinte legyek. Oké. Itt a Tinted Rock. Némi jó dodge-al azért visszaállna a HP-nk a rendes kerékvágásba. Úgyhogy ezért igyekszem egy picit odafigyelni most a játékra is. Ezért a helyenkénti gyér kommentár. Mégiscsak egy mega sátános challenge-ről van itt szó. Még akkor is, hogy gyanítom, hogy messze nem ez lesz a legnehezebb challenge-ünk Afterbirth-ben. Már amikor megláttam a kezdő itemeket, már akkor gyanítottam, hogy ez így lesz. De azért nem feltétlenül magától értetődő, pláne jelen helyzetben még. Azért ennél jóval több kell ahhoz, hogy úgymond kikapcsolhassam az agyamnak azt a részét, ami az Isaac-re figyel és a kommentár részére jobban oda tudjak figyelni. Viszont láthatóan még grid is meglehetősen lassan megy. Persze a stopwatch miatt meg a sátán se lesz kifejezetten nehéz az első találat után. Ezt azért hozzá kell tenni. És gyakorlatilag egy gapi itemnyire vagyunk attól, hogy valóban elérjük azt a pontot, ahol kicsit kevésbé figyeltek az Isaac-re, és jobban figyeltek arra, hogy mit szeretnék és hogyan mondani nektek. Egyelőre azonban még, mivel alapvetően nem szeretnék, hogyha még egyszer neki kéne ugrani ennek a challenge-nek, pláne alapvetően a ilyen ígéretes kezdet után, mármint nem a kezdő itemekre gondolok, az mindig ilyen lesz, csak az azon túl kapott itemek után tényleg az égvilágon semmi kedvem nincs újra kezdeni ezt a challenge-et. Úgyhogy az elsődleges cél az, hogy nyerjek, persze. Meg hát a grid mód után, vagy sok grid mód után kikapcsolni szerettem volna. Ezen cselek során, és hát mondjuk az nem igazán kikapcsolódás, hogy az ember állandóan stresszel, ez is igaz. Jó, de utálom ezt a szobát is. Sajt. Elkerülhető sérülés volt teljes mértékben. Reménykedjünk, hogy a Tinted Rock miatt meg fog térülni. Abszolút. És a Lucky Rock is bizonyítja, hogy iszonyatos mennyiségű pénzt lehet vele összeszedni. És hosszabb távon jobb befektetés, mint a poop, mert a játék vége felé elkezdenek fogyni a szarkupacok. Olyan szinten, hogy eltűnnek. Egyébként a Spider móddal a saját Shadow, nem is tudom, Silkworm-ömnek a HP-ját is látom, eddig ez fel se tűn. Még egy oka, miért hasznos.
És hát ez két olyan item, amit egyszerre, hát nem is tudom, hogy mikor kaptam meg utoljára, talán valami... valami grid breaking során, ami... amikor alapból annyi item van, hogy kizárt dolog, hogy kiszúrok ilyen kis finom szinergiket. Vagy hát nem is teljesen kizárt, de nagyon-nagyon oda kéne rá figyelni. Ami rám meg nem jellemző, úgyhogy... valószínűleg soha nem tűnt volna föl egy ilyen során. Viszont most, amikor igazából nincs sok itemünk, nem volt nehéz kiszúrni. Oké, van egy csomó kulcsom. Counterfeit penny, mind a kettő igazából pénzzel kapcsolatos. Mind a két trinket. Mind a kettőnek megvan a maga bája. De egyre maradok a Lucky Rocknál. Igazából mondom, ez már ugye Depths 1, ezen kívül lesz egy bolt. És van 47 centem. Nem hiszem, hogy lenne bármilyen olyan item ezen túl a boltban, amit meg szeretnék venni, és nincs elég pénzem. Úgyhogy ebből az aspektusból teljesen mindegy, hogy melyik trinketet viszem tovább. Egy judgment, két judgment, a harmadikat elviszem. Tőled megpróbálok kisajtolni egy health upot, ami három soul heartot jelent. Hamarosan elérkezünk a játék azon pontjához, ez is jó. Szóval hamarosan elérkezünk a játék azon pontjához, ahol már megvan a Polaroid, és abban az esetben bizony igen erősen használatba fogom venni a Guppy Spa-t. Talán egy kicsit túlzás volt, hogy eltűnnek a poopok a játékból, de azért jelentős mértékben redukálódnak. Egy-kettő még néhol akad, de sokkal ritkábban természetesen, mint sziklák. Azért a korai szinteken ez nagyjából pont fordítva van. Bár sziklák már ott is szép számban képviseltetik magukat. De azért hozhatám a tényleg a Lucky Rock egy sokkal jobb trinket, mint a Petrified Poop szerintem. Bár ugye poopból nem csak pénzt lehet kapni. Láttuk ezt korábban is, Eternal Heart meg hasonlók. Ide föl is tudok jönni. Igen, brém lett, hogy megkaptuk kezdő itemnek is a leather-t, és egy szót se szóltam róla. Nyilván nem tartottam túl fontosnak. Nem is tudom miért. Talán azért, mert nem is az. Pár plusz consumables összetünk vele szedni. Olyan nagyjából a boomerangot is ennyire használtam. Még ezt be is jelentettem, hogy ennyire fogom használni. Stop watch aktiválódott. Igazából egy cancer vagy valami nagyon jó lenne. Hiszen akkor egy találat után nem csak a stop watch aktiválódna, hanem a wave effect is. Elég fincs a combo. Au. Au. Buták eddig ezek a pirulák. Köszönöm a health upot legalább. Jó, a pillor rotáció az... borzasztó. Ezt elvisszük. Ahogy őt is, meg őt is. Most már csak egy campus kéne a full térképhez. Tesco's Mind. Darabokból összerakva. Igazából nem is Tesco's, hanem Ikea-s. Amikor Ikea bútort veszel. 620 tipnivel. Megtaláltuk a boss-t. És nem nagyon volt eddig piros szívsérülésünk. Nagyon szeretnék már egy rott harmadik Guppy itemet kapni. Ó. Na téged nem kedvellek. Sose kedveltelek, most se változott. Utállak, szar vagy. El sem nagyon találom. Ó. Oké. Au. Köszönjük stopwatch, és még így is sikerül megsérülnöm a hülye pókon. Öljük meg inkább, még úgyis hamarabb végzünk az egész bosszal. Guppy, nem Krampus, buta. Akkor már legalább Lamp of Cold adjál, bár hogyha csinál bármit is a késsel. Jó,
Roll Up of Crawl. Nem igazán figyeltem, hogy eddig mennyi sebzésem volt, pedig nem ártott volna. Jártam a két Secret Roomban, jártam a Boltban, Challenge Roomban nem, de nem is igazán érdekel, bár most biztos megint nem értetek velem egyet, hiszen lehetett volna három piros ládás Challenge Room is, ebben az esetben pedig akár Guppyt is jelentette volna. De úgy vagyok vele, hogy Guppy fontos, de még az is lehet, hogy meg leszünk nélküle, hiszen a ládában azért már kapunk egy pár itemet. Lassú vagyok. Nem baj, visszaszedjük a HP-nkat. Hát eddig úgy tűnik, hogy ez nem így lesz. Szóval eltolom. Gyakorlatilag egy Campus Effect. Ennyit adott most. Oké, hát... Robbantatásaimnak hála, megint lett egy kis HP-m. Illetve nem HP-m, pénzem, de ennyi. Ennyit hozott csak, pedig nagyon örültem volna egy fekete színnek, legalább egynek. Megnyugvás jelentett volna, hogy nem pazaroltam ezt a sok bombát néhány centért cserébe. Hát pedig most megkaptuk a Lamp of Coal anyakés plusz Spider modot, így kideríthettem volna, hogy jelenti damage up-ot a késre. Mint hogyha ugyanúgy működne, mint könnyen, hogyha távolabb dobod, nagyobbat sebed. 94-et is láttam, aztán utána meg bőven 100 fölött, 120 fölött. Úgyhogy lehetséges, hogy működik. 102, 105. Lehetséges, hogy ez nem is attól függ, hanem a charge-tól. Hogy mennyi ideig tartom nyomva iránybillentyűt, és semmi köze a Lamp of Coal-hoz. Érdekes lehet, vagy érdekes lenne minden ilyen kis finomságot kitapasztalni Spider moddal. Sokkal jobb, mint valonnan netről vagy fórumról összeolvasni, hogy mit csinál. Benne van a felfedezés öröme. Meg hogy rájössz te dolgokra. Rossz helyen állok. Megint. Picit frusztráló, ezért hallgattam el egy ég, de... próbáljunk meg megnyugodni. Oké, nincs greed a boltban. Legalábbis nem kéne lennie. Ez mindenképpen öröm. És az is biztos, hogy egy csomó pénzünk van. Gyakorlatilag ki tudjuk fosztani a teljes boltot. Ez nem tudom, hány gyára kerül elő. Ezzel egyszer tudjuk duplázni az itemet, szerintem. Úgyhogy jól emlékszem, valami hasonlót csinál. Megveszünk mindent, mert nincs sok jelentőség a pénznek, ez nem greed mód. De nem tudok bemenni valami miatt, valószínűleg azért, mert itt super greed volt. Egyelőre elviszem. Au. Bár nyilván egy dupla... Oké, okay. Szóval egy dupla Polaroid semmit nem jelent, és nem kéne feladni a Guppy's Paw-t, aminek fontos szerepet szállnak, úgyhogy... Oké, okay, de valamit csináltunk, például a Judgment-től kaphatunk dupla health up-ot, ami 6 Soul Heart-ot jelentene. Tudtam, hogy ezt csinálja ez a Diplopia, vagy mi a fene. Pénzre most ezt a végképp nincs szükségünk, nincs money plus powerünk, vagy ilyesmi. Akár nyugodtan adhatjuk az összeset a Judgmentnek, de azért... Ja, és most toljuk el. Úgy is van. Dupla health up. Ami nem egy olyan nagy fogás, persze. Ebben az itembe hihetetlen potenciálok vannak. Amit most messze nem tudunk kihasználni, vagy tudtunk kihasználni. El szeretném kerülni a piros szívsérülést. De ha ezen a szinten nem kapunk ördögszobát, akkor a következő szinte biztosan. Viszont ott már kék szívért kell vásárolnunk az ördögtől, ami annyira nem szokott kifizetődő lenni.
megint egy nagyon jó szoba. Végül sikerült venni az akadályt, hál' Istennek. Szar helyen állunk. Ez meg a szellemeknek pedig borzasztóan sok HP van, ami azért aggasztó, mert meg a sátánnak nyilván lényegesen több van, és hát nem nagyon jó a damage-ünk. Egy damage appot nem kaptunk ma. Nem is nagyon volt rá lehetőségünk, bár azért pár ördögszobában jártunk. De jobban örültem egy Nylarsnak, mint egy damage appnak. Azért, mert hát egyből egy harmad Gapi, plusz ugye láttam már akkor, hogy meg lesz a Gapi spa is. Gapinál nagyobb damage up nagyon nincs a ördögnél. Még akkor is, hogyha az három item összessége. Oh-oh. Itt vagyok. Au. Oké, legalább bejött azt a pacs, az is valami. Egyszer eltöm a Gapis pat, hiszen már csak egy és plusz egy találatra voltam attól, hogy piros szívsülést szenvedjek el. Ami nem volt túl megnyugtató. Már meg kellett volna ölnünk már a bosst, majd most. Nem, még egy sérülést elszenvedek. Ott az ördög, hál' Istennek, itt a polaroidunk. Gapi? Goathead? Ha nem kapunk Excel szintet, ez nagyon hasznos lehet. Használjuk fel a Gapi spot, ahogy már nagyon régen felszerettem volna. Scared Boom. És szerencsére nem Excel, úgyhogy két... Mennyi volt? 10 szolártunk. Számoljunk 9-el. Úgyhogy most már 8 van csak. Oh, wow. 80. 206, az 14, az egy picit sok. Nem akarok elpazarolni 2-t. Már csak 7. Amint a stopwatch aktiválódik a szoba, természetesen nagyon könnyűvé válik. Hiszen erre való a stopwatch. Meg a sátánnál sem lesz azért elanyagolható, mert hogy meg a sátán el fog találni, az abban nagy összegben merek fogadni. Nyilván ezért nem fogok direkt belesétálni, de nem is kell, el fog azt találni, nyugi. Még az is lehet, hogy jobban megérni, hogyha piros szívet fizetnék az ördögnél. Mindegy, nagyon jó fogás volt a Rolliver. Erre ki se tértem be. Bemennék oda is, de nagyon drága, nagyon költséges. És ugye garantált ördögszobánk van, szóval annyira talán nem fontosak a piros ládák, talán. Bár azért nagyon megkönnyebbülnék, hogyha sikerülne Gapivá válni. Egyet eltolok. Még egy piros szívem lehet, ezt valószínűleg most már megtartom. Kérlek, Gapis Head. Oké, az Eternal Heart egy jó fogás, hiszen ez megint csak 3 Soul Heart, viszont a következő szintig várni kell vele. Megint nem egy közkedvelt szoba, legalábbis számomra. Szerencsére már találkoztam vele többször is, és szerencsére nem okozott gondot. Már lassan azért lecserélem a trinketem, ez okból lehet, hogy játszanom kellett volna egy picit, de nem akarok játszani az idegeitekkel is egyúttal, úgyhogy inkább hagyjuk. Ha nem muszáj, azért nem akarok órákat eltölteni ezzel a challenge-el. Borzasztóak ezek a tüskék. Nagyon megnyugtatna már, hogyha tényleg Gapi lennék, és tudnék repülni. Hát gyorsabb ütembe fogy a HP, mint ahogy kapom, bár ugye 6 Soul Heart-ot kaptunk a Secret Roomból, ezt ne feledjük. Mondjuk nagyon örültem a Contract of Below-nak, például a Hierophant kártya miatt. Hát ez hihetetlen. De egyet nem udobott még, mert ugye egy Hierophant egyből 2. De ilyen szerencség még sajnos nem volt. D
DPS-ünk gyenge. Úgyhogy az toposnak kell kerizni minket meg a sátán ellen. A bossunk pedig, hál' Istennek, Skrullex. Ami legalább könnyű, hát te miért vagy ilyen rohadt gyors? Oké, rosszkor dobtam el a kést. Most egy fokkal jobbkor. Nagyon-nagyon frusztrált lennék, hogyha sikerülne Skrullexnek legalábbis egyszer eltalálnia. Nem nagyon szabadna neki. Nem azt jelenti, hogy ilyen nagyon skilles vagyok, de Skrullex az egyik legkönnyebb boss a játék ezen pontján. Sőt, a legkönnyebb boss. Úgyhogy... csak ne találj el, kérlek. Rossz Hormons az jó. Baddon. Jóska. Szerintem... elvisszük ezt. És elvisszük ezt. Ez még mindig nem Guppy. De kit érdekel, iszonyatosan jól állunk. Szerintem max HP környékén. Majdnem. De igazából max HP-n is vagyunk, hogyha elhasználom a Guppy spot. Ha még ezen a szinten megkapnám Guppyt is. Ez a lehető legjobban alakult challenge számunkra. Nem hiszem, hogy ennél sokkal OP-bb tudtam volna lenni. Nem, mint hogy olyan nagyon OP lennék, ez nagyjából az első damage upgrade van. De ez egy iszonyatosan jó ördögszoba volt. Nem győzöm hangsúlyozni. Bármiféle kétségem volt az ügyben, hogy sikerül-e megnyerni ezt a kört, az jelen pillanatban szerte foszolni látszik. Most már szinte nincs kétségem. Valami nagyon-nagyon rossz dolognak, nagyon-nagyon borzalmas dolognak kéne történnie, hogy ez a challenge ne legyen win. Nem tudtam megállni. Sajnos teljesen fölösleges volt. Fölöslegesen húzom az időt. Hosszú jövőszakra nincs szükség. De legalább viszonylag könnyű ez a challenge room. Egyszerűen nem tudom otthagyni a piros ládákat, tudva, hogy egy Guppy item kell már csak. És még így is, hogy megsérültem, még is megérte a kockázatot. Imádtam, ez nem is lenne olyan rossz, hogy a Dark Bomb nem lenne buta. Ops. Hát az elég közel voltam, hogy megsérüljek. Anya kése úgy döntött, hogy ezt a hülyeséget most negálja, és így nem kell furcsán rosszul éreznem magam. Hál' Istennek. Ó, ez egy szarszoba. Ezt sosem tudom kikerülni. Hát a sosem most már nem igaz. Legalább egyszer sikerült. Oké, nagyszerű. Egyre több HP-nk van, lehet, hogy egyre kevesebb lenne, ez mindenképp megnyugtat. És megnyugtat, akkor jobban is szoktam játszani, hogyha valami megnyugtat. És... akkor, hogyha jól játszom, akkor meg lesz ez a challenge. Nem nagyon kellene, hogy kérdés legyen. Egyébként pedig... most már több HP-nk is van, mint amennyi a max. Régi Isaac-ben ennek lett volna a jelentősége, hiszen magaddal tudtál vinni akármennyi Soul Heart-ot. Remek, ez most lehető legostobább húzás volt tőlem. De még ez sem tudja kedvem szegni, ez nagyszerű fogás, 3 Soul Heart. Guppy Spa zseniális. Ó, baj van. Volt. Igazából tényleg most már lehetne Polaroid sebezhetetlenségünk, de minek? Van Trinity Shieldünk, anya nem fog eltalálni minket. Guppy? Nincs Guppy. Oké, nekem mindegy. Akkor ma nem lesz Guppy. Legalábbis nem úgy tűnik.
oké, mehetünk tovább. Remélem jó irányba mentem. Meg a sátánhoz kell mennem, és polaroidot vettem fel, úgyhogy jó irányba megyek. Picit bosszus lettem volna, hogyha most véletlen sehova megyek le. És a sátánnal véget ér a kör, és nem tudok meg a sátánozni. Azt hiszem, hogy jó ideig nem vettem volna utána elő az Isaac-et. És ez egy olyan emlékve lett volna, ami után verítékben úszva ébredtem volna föl a rémálmaimból. Amiben az szerepel, hogy lemegyek a csapóajtó, miközben a fénybe kellett volna menni. Közben a hangszálam úgy dönt lassan, hogy megadja magát. Hosszú volt ez a nap. És ez a challenge is iszonyatosan hosszú, és még hol van a vége? Igazából még két boss, mert én nem fogok Blue Baby-zni ma. Annyi azért nem fér bele szerintem. Igazából majdnem beleférne item roomok nélkül, bár iszonyatosan jó kezdő itemekkel. Blue Baby plusz meg a sátán. Jó, nem bosszant különösebben, sőt még ez se, pedig ennek már kéne. Addig nincs probléma, ameddig a Lapis Path eltolva maximum HP környékén leszünk. Bocs, de erre nekem nincs idegzetem. Ja, nem is erre kell menni. Szinte biztosra vettem, hogy erre van a boss. Nem tudom, hogy mi alapján. Hát, ha nem erre, akkor totál a másik irányba. Természetesen, hát mit is gondoltam, hogy el fogom életemben először találni azt, hogy merre van egy boss. Hihetetlen naív vagyok. Hiába két térképeffekt. Még így sem sikerült. Oké, most már eltaláltam a Guppy's Path. Most már nincs meg a max HP. Meg aztán főleg. De van polaroid sebezhetetlenség. Plusz van stopwatch. Igazából minden egyes HP iszonyatosan sokat ér emiatt. És azért, hogyha nem muszáj, nem szeretnék egy egészet bukni minden egyes szobában, amíg eljutok a megasátánig. Például itt kapnunk kéne egyet pluszba, ahelyett, hogy buknék. Ez talán megér egy bombát. Szinte biztosan. Így van. Bár consumable szöknek nincs túl sok jelentőségük már. Na. Izsák barátom. Tréti Shield neked se a kedvenc itemed, ugye? Mármint, hogyha az ellenfélnél látod, tehát nálam. Hát, sajnálom, ez egy ilyen nap. Ez egy ilyen nap, amikor Isaac végtelenül egyszerű. Emlékszem még az első Isaac killemre Rebirthben. Nem ma volt már, de... De azért egy olyan emlék, amit nem fogok elfelejteni. Viszont belegondolva már több mint egy éves az Afterbirth, illetve hát a Rebirth. Jó, Infamit elvisszük. Sőt, mindegyiket elvisszük. Lapis Pahanak nincs jelentősége meg a sátánnál. Gyere, baby. Én nem akarok túlzottan optimista lenni, és nem akarom a te kedvedet sem elrontani. De én gyanítom, hogy neked nincs túl sok esélyed ma. Ez nem a te napod, higgy nekem. Most tekintsünk el attól, hogy 11 HP-n van. És gondoljunk bele, hogy innentől kezdve minden egyes ellenfél olyan iszonyatosan lassú lesz, hogy még ennek ellenére is el tud találni. De még ez sem baj. Bele gyalogolok az ellenfélbe, és még ez sem baj. Hiszen egész egyszerűen csak túl sok a HP-nk, túl sok a sebezhetetlenség a polaroid miatt. És a damage-ünk is meglepően nagy. Gyakorlatilag a második szinten már két Guppy itemünk volt, vagy még előbb talán. És ennek ellenére nem lettünk Guppy-k, és még ez sem elég ahhoz, hogy meg a sátán gondot okozzon. Ez egy ilyen challenge volt. Maga nemében egyedülálló szerintem, illetve hát nekem mindenképpen, hiszen most próbáltam először. De érdekes is számomra. Én pillanatig nem éreztem, hogy ez a challenge teljesen fölösleges lenne.
vagy hogy legyen már vége. Végül is elérte a célját a challenge, és így lett egy kicsit a sok grid break után, grid mode break után kikapcsolódnom. És új kihívást találni az Isaac-ben. Szó szerint, hiszen a challenge kihívást jelent. Üdvözöllek meg a sátán második fázisa. Sajnálom, de ez tényleg nem a te napod. Na hát ennyi volt a challenge. Nagyon köszönöm a figyelmet, srácok. Remélem élveztetek a mai részt. Remélem, hogy legközelebb is velem tartotok. Poker chip föloldva. Minden jót kívánok nektek, srácok. Sziasztok!